A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Van egy brit automárka, amely megalakulása óta bizony többször is újra kellett, hogy kezdje. Ma viszont már biztos kézben van az MG, ráadásul több mint 100 hivatalosan bejegyzett klubbal büszkélkedhet világszerte. Mivel 2022. szeptembere óta Magyarországon is elérhetőek az MG-k, összegyűjtöttük egy csokorba majdnem az összes új modellt. És ha már időutazás, akkor sikerült beszerezni egyet az elmúlt 99 év legtöbbet eladott MG-jéből is. Ford ugyan már alkalmazta a sorozatgyártást, ez az autóépítési filozófia Angliában csak 1913-ban kezdődött. William Morris ehhez egy korábbi katonai kollégiumot választott Cowley városában. A módszer hamar meghozta a sikert, és rövid időn belül az ország vezető gyártója lett a műhelyből. 1921-ben aztán William Morris kérésére Cecil Kimber csatlakozott a Morris Garages-hez. A ma már csak jósként emlegetett szakember pedig újabb nagy változást hozott a manufaktúra életébe. Fogott egy Morris Oxfordot, átalakította a kormányművét, talált néhány lovat a motorban, és természetesen a fékeket is megerősítette. Egy szóval mindent megváltoztatott azért, hogy elkészüljön az első sportosabb Morris. Nem maradt érintetlenül a kaszni sem, végső simításként pedig az emblémán változtattak. 1924-ben jelent meg először a 8 szögbe vésett M és G betű, melyet kizárólag a speciális Morris modellek kaphattak meg. Mivel marketing osztály akkor még nem létezett, maradt a szájhagyomány. Márpedig elég sokan beszéltek az MG-kről, de ami a legfontosabb, még többen vásároltak ilyen autókat. Emiatt azonban William Morrisnak rövidesen újabb gyártócsarnok után kellett néznie. Az MG, mármint önálló márka, 1929-ben Ebbingdonba költözött. Az üzemcsarnokban dolgozó, imár főállású szerelők ezentúl itt építették a tuningolt Morrisokat. Egészen a II. Világháború első fuvallatáig folyamatosan állították talpra az MG-ket, de aztán a teljes brit autógyártást leállították az ország vezetői. A harcászatban azonban szükség volt minden egységre, így az MG-nél repülőgépek és tankok alkatrészei készültek. Amiért cserébe 1945-ben, amikor csendesedett a világégés, ismét visszatérhettek a sportautók építéséhez. Nem voltak igazán új modellek, a háború előttieket frissítették első körben, viszont már ez is elég volt ahhoz, hogy Amerikában is felfigyeljenek az MG-re. Az 50-es évek elején azonban olyan gazdasági lépés történt, mely hosszú távon meghatározta az MG sorsát. 1952-ben az Austin és a Morris egyesülésével létrejött a British Motor Corporation. Első vezetője pedig több brit márkát, köztük az MG-t is egyszerűen el akarta söpörni a földszínéről. Ezt még valahogy sikerült megvétózni, azonban az egységesítési törekvések a 60-as évekre beértek, és így az MG modellválasztékának nagyobb része a BMC különböző típusainak átalakított verziójából állt. Ám az MG-nél szerencsére nem elégedtek meg ezekkel, és olyan sportkocsikat is készítettek, mint az MGA, vagy az 1962-ben debütált MGB. Nagyon különleges járgányban nőlök, ugyanis egy olyan korszakból való, amikor én még meg sem születtem, és bár ez már a gyártás végéről származik, 1977-es ez az MGB, de mégis tényleg egy olyan korszakot idéz, amikor nem számított az, hogy hány lóerő, az számított, hogy élmény legyen vezetni az autót, jó legyen benne ücsörögni. És az MGB az valójában ezért született, ahogy az összes többi korábbi MG is, hiszen ugye sima egyszerű autókat bárki tudott gyártani, de olyat, amit kifejezetten élvezett vezetni, az csak nagyon kevesen, illetve nagyon keveseket foglalkoztatott. Úgyhogy ezért is különleges ez a kis MGB, illetve azért is, mert hogy ez nyilván már utólag derült ki, de ez lett a márka legtöbbet eladott példánya a mai napig. És hogyha a roadstereket nézzük, akkor a Mazda MX-5-ös után ebből adták el a világon a legtöbbet. Az autó orrában az MGA-ből átvett, de nagyobb löket térfogatúra fúrt, így erősebb benzinmotor dolgozott. A könnyű bódét szinte repítette a kezdetben 95 lóerős ménes. A korai beszámolók alapján az MGB végsebessége elérte a 160 km/h, ami 50 éve nagy tempó volt. Ami még különlegessége az MGB-nek, hogy ez volt az első olyan autó, amiben már gyűrődési zónát alkalmaztak, és hát tényleg mai szemmel nézve sem hat elavultnak ez az autó. Megnézik az utcán, bármerre megyünk,
tényleg iszonyatosan szépek a vonalai szerintem, és hát vezetni milyen, nincsen nagyon szervúzva. Tényleg érződik a kormányon, hogy azért kell egy kis erő. A pedálok még elég közel vannak, úgyhogy én a 46-os kalucsniaimmal azért néha még egy kicsit összeakaszkodok, amikor mondjuk kuplungot és a féket nyomom egyszerre, de hát ez az élmény, ez ilyen. A váltó nem mindig megy tökéletesen a helyére a fokozatokhoz, van, hogy egy kis gázfröccsöt kell adni, amikor megállunk a lámpánál, akkor is például előfordul az, hogy egy picit azért oda kell pöccinteni a jobb pedállal, hogy nehogy lefulladjon a motor, de attól függetlenül teljesen üzembiztos az autó. Tökéletesen működik így is, hogy már azért betöltötte a sokadik X-et. Nagyon jó kilátni belőle, annak ellenére, hogy csak egy nagyon keskeny szélvédő van itt előttünk, de tényleg egyáltalán nem zavar az, hogy pont itt van előttem ez az ezüst sáv, ahol véget ér a szélvédő. Mégis nagyon jól ki lehet belőle látni. Hát ugye az én hajam az már nem sok van, úgyhogy igazából azért is jó ez a sapka, hogy védje a fejemet, de alapvetően még azt is bevállalnám, hogy kapjak egy jó kis napszúrást emiatt a kocsi miatt. És mennyire érdekes, hogy az MG-nél mennyire előre gondolkodtak a tervezők. Legalábbis nekem ez jön le azokból a történetekből, amiket olvastam az autóról. 1962-ben jelent meg az MGB, de 64-ben már elkezdték fejleszteni az utódát. 66-ban ezt állítólag elutasították, 68-ban megint megpróbálkoztak, de aztán 70-ben azt újra elutasították, viszont amit 70-ben elutasítottak, az a 74-es modell frissítéskor az lett az MGB második változata, amit az Amerikai Egyesült Államokban forgalmaztak, azzal a nagyon csúnya lökhárítókkal. Szóval fura, hogy ugye az MGB maga is már úgy született, hogy az MGA az már javában futott 1955-től, és már 1958-ban elkezdték fejleszteni, tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor én úgy gondolom, hogy az MG ő mindig valahogy próbált előre gondolkodni, az más kérdés, hogy mivel annyira szerették például az MGB-t, nem nagyon engedték a vezetőségben, hogy hozzányúljanak és hogy lecseréljék, mert hát ez egy sikermodell. 1979-ben aztán a sors más forgatókönyvvel készült. Miközben éppen befejezték az MG mint önálló márka 50. születésnapi ünnepségét, másnap a British Leyland egyik vezetője megjelent Ebbingdonban és közölte, bezárják a gyárat. Egy évük sem maradt, 1980-ban lezárták az épületet, és ezzel együtt véget ért az MGB története is. Ezek után talán érthető, hogy nagyon kevesen voltak, akik bíztak az MG folytatásában. De aztán két évvel később, 1982-ben, Longbridge-ben és Oxfordban is elindult egy olyan gyártósor, ahonnan ismét legördült egy olyan négykerekű, amelyiken ott volt az MG embléma. A 90-es évekre az MG a Rover tulajdonába került, akik a Mazda MX-5 sikerén felbuzdulva 1991-ben úgy döntöttek, adnak egy új esélyt a sikeres MGB-nek. Legalábbis úgy tűnt, hogy egy alig frissített MGB Roadster dobtak piacra, ám az RV8 alig 5%-a egyezett a legendás modellel. 1994-ben a szintén saját fejlesztésű MG F-Roadster adott reményt a márka kedvelőinek. Ám önmagában ez már kevés volt, hiába szerették a könnyen vezethető, egyedi kétülésest. A 2000-es évekre igazából Rover átiratok maradtak az MG kínálatában, szinte kivétel nélkül átemblémázott sportmodellek viselték a legendás két betűt. 2006-ra ismét a megszűnés fenyegette az MG-t, ám egy új befektetőnek hála a korábbiaknál nagyobb lendületet vehetett a tradicionális márka. A kínai SAIC 2007-ben felvásárolta az MG-t, és azóta is folyamatosan fejlesztenek újabb modelleket. A korábbi MG-khez képest fura ennyi SUV-n látni a híres emblémát, de mivel a SAIC is halad a korral, tudják, emelt hasmagasságú négykerekűek nélkül nehéz labdába rúgni. A belépő modell a ZS, ami egy korábbi még Rover alapú sportmodellen is szerepelt. A 2017-ben bemutatott új ZS-ből Európa több országába is jutott már. Ám mivel nálunk 2022. szeptemberében indult el az MG hivatalos forgalmazása, hozzánk már a 2020-ban alaposan felfrissített széria jutott. Ami miatt kifejezetten különleges az új MG ZS, vagyis Z, az az, hogy egy szívómotort is lehet hozzá választani. Hagyományos, idézőjelesen régi vágású szívómotort, mert hát azért ebben is van természetesen változó szerepvezérlés, közvetlen befecskendezés, tehát vannak benne finomságok, viszont négy hengeres, nincsen benne feltöltő, és nincsen lágyhibridesítve. És hogy ettől miért lesz különleges? Nos, úgy tűnik, hogy az eddigi értékesítési statisztikák alapján a vevők többsége annyira értékeli ezt a gesztust, amit az MG kínált feléjük, hogy a legtöbben ezt az 1.5-ös, 106 lóerős benzines változatot viszik haza.
2019-ben egy számmal nagyobb SUV dobott piacra az MG. A HS-ben már egy sor olyan vezető támogató berendezés is volt, ami az ES-ből kimaradt. A tágasabb belterű és nagyobb csomagtartójú MG HS orrából hiányzik az atmoszférikus szív, de feltöltős motorja nem gyengélkedik, és túlzottan nem is étkes. Itt már egy 5-ös turbomotor a belépő szint, viszont extrákból egy kicsivel több mindenből lehet válogatni. És ezen a téren is szerintem óriási tapsot érdemelnek az MG gondolkodói, ugyanis nincsen senki sem rákényszerítve, hogy olyan extrákat vigyen haza magával, amire egyébként szüksége sincsen. Nagyon jól elkülönülnek az egyes felszereltségi szintek, és természetesen, hogyha valaki az all-in változatot szeretné, akkor a legmagasabb konfigurációt kell választani. Ez ilyen egyszerű. És nekem ez kifejezetten szimpatikus, tehát hogyha én nekem nincsen szükségem például távolságtartó tempomatra, mert engem agyon idegesít, akkor nekem bőségesen elegendő egy alacsonyabb felszereltségű szintű MG HS is, hiszen a tempomat az benne van már az alapfapad változatban is. És amit én még külön értékelek, hogy ebben a méretosztályban ma már ritkaságnak számító manuális váltó is elérhető a HS-hez. Nyilván ezek egyéni ízlésbeli kérdések, amiket az előbb említettem, és eddig igazából szinte csak és kizárólag benzines, turbós vagy szívó erőforrásokról esett szó, de azért legyünk őszinték, az MG a környezetvédelem iránt is elkötelezett, úgyhogy természetesen alternatív hajtású modellekkel is kifejezetten jól állnak. Bár nevében mindössze egyetlen betűnyi eltérés van, sokkal nagyobb a differencia az alapváltozathoz képest. De a márka életében is különleges, az EHS ugyanis az MG első plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt modellje. A 258 lóerő rendszer teljesítményű EHS egyetlen töltéssel akár 52 kilométert is képes megtenni, és ha ügyes a sofőr, akár 1,8 liter üzemanyag is elég lesz 100 kilométerenként. Úgyhogy ha valaki esetleg még nem igazán akar barátkozni az elektromos autózással, a tisztán elektromos autózással, ez kvázi egyfajta belépő lehetőség itt az MG-től. Itt ugyanis van akár tisztán elektromos hajtásra is lehetőség, aztán amikor kifogy a villanyos nafta, akkor az 1.5-ös turbomotor és villanymotor kombinációja teljes értékű hibridként működik újfent, tehát időnként leáll a benzinmotor, és megyünk tisztán elektromosan szintén. Belül, ha körbenézünk, igazából a jópofa menetábra az, ami az egyik különbség a sima HS-hez képest, illetve a másik pedig ez a gombocska, ami akárcsak a nevében szerényen meghúzódó E betű, itt is egyszerűen csak egy EV felirat van, és ebben különbözik is, azt hozzáteszem, a hasonló tölthető hibrid változatoktól, hogy erre a gombnyomásra valóban tényleg csak elektromos üzemmódban hajthatunk, vagy pedig, hogyha ismét aktiváljuk, akkor pedig a hibrid üzemmódban. És nagyjából ennyi beleszólásunk van egyébként össz-vissza a rendszer munkájába, ami szintén elsőre talán szokatlan lehet, de én mindig azt mondom, hogy azért néha a kevesebb az több. Jobb, hogyha mi nem feltétlenül kontárkodunk bele, hiszen azért ez a rendszer is sokkal jobban tudja a dolgát. És hogyha valakinek esetleg ez kevés lenne, mert úgy gondolja, hogy még ennél is tisztább lehet a jövő az MG-vel, hát ott van még egy lehetőség. Ez az MG4. Ne tévessze meg senkit a koncepcióautós megjelenés, ez bizony az utcakész változat. Amiben még kicsit különleges, az az, hogy a villanymotor az a hátsó kerekeket hajtja. Nagyon, tényleg nagyon élvezetes vezetni ezt az autót, bár amikor leesett az eső, azért voltak kisebb trakciós problémák, de alapvetően azért a menetstabilizáló, illetve a kipörésgátló megoldotta. Hát villanylovak nem kérdeznek, ezt már milliószor elmondtam, ott tényleg olyan hamar van gyorsulás, hogy hát ugye a nyomaték az gyakorlatilag a nullás fordulatszámtól a rendelkezésre áll, és azért van bőven newtonméter ebben a kis villanymotorban. Maga az, hogy az alsó közép kategóriában kínál elektromos autót az MG, az annyira már nem olyan nagy szó, hiszen azért gondoljunk csak a Nissan Leafre például, ami már azért bő egy évtizede itt van az alsó közepesek között, de alapvetően az, hogy egy ilyen lapos, vagányformájú autót bevállaltak az MG-nél, na az már megint csak a különlegesség kategória. És mint a Golf osztályba tartozó modell, nyilván a helykínálat az azért nem annyira bőséges, viszont azt hozzáteszem, hogy szerintem igen tisztességes a hátsó lábtér. A csomagtartó, hát mondhatnám azt, hogy a kategóriában elvárt minimumot hozza, de 350 litertől azért most már ugye a kis autó kategóriában sem feltétlenül esünk hasra. Én még mindig azt mondom erre is, hogy amit esetleg szükséges, azt elnyeli, ráadásul osztott a padló, tehát a kábeleket is például, a töltőkábeleket,
azt be lehet rakni az alsó részre, és akkor azt utána le lehet fedni egy kis polccal, úgyhogy tisztán megmarad a hely. Ami talán a legtöbb megszokást igényli, az az, hogy bizonyos szeánszok azok nincsenek meg, amiket egyébként mi az autózáshoz kötünk. Tehát gondolok például arra, hogy nincsen start-stop gomb az MG4-esben, de még csak kulcsjuk sincsen, ahova be kéne dugni a slusszkulcsot. Az MG4 ugyanis úgy indul, hogy amikor mi beülünk és érzékeli a kulcsot, valószínűleg van egy nyomásérzékelő egyébként itt az ülésben is, és ezzel kelti életre magát a villanyos erőforrást és minden egyéb működő berendezést, ami itt van az autóban. És amikor megállunk, akkor parkolóba tesszük, kiszállunk a kocsiból, és kívülről zárjuk be, és gyakorlatilag ezzel ér véget a mutatvány, ezzel áll le az MG4-es. Ezt például meg kell szokni, én hozzáteszem, ez alatt a pár nap alatt sem tudtam, tehát időnként elkezdtem keresgélni a gombot, hogy leállítsam, és főleg leállításnál, tehát nem is feltétlenül az indulásnál, hanem amikor megállítottam az autót. Aztán ami szintén megszokást igényel, hogy igazából erről a tabletről, itt a központi tabletről működhethető minden, de szó szerint tényleg minden. Az összes biztonsági berendezést innen tudjuk működtetni, nem tudjuk például kikapcsolni csak úgy a menet stabilizálót, bátrabbak, akik esetleg szeretnének kilincsel előre menni ezzel az autóval. Szóval egy menüben kotorászva kell folyamatosan ugye keresgélnünk, hogy éppen aktiváljuk vagy deaktiváljuk ezeket a különböző biztonsági berendezéseket. A kifejezetten elektromos hajtáslánchoz tervezett alvázra speciális lapos akkumulátortelepek kerültek, amiknek köszönhetően az utasoknak, de még a csomagoknak is maradt hely. Nyilván a legnagyobb kérdés az a hatótávolság, és hát itt kicsit több mint 400 kilométert adnak meg a gyáriak, simán tartható vele. Még akkor is, hogyha intenzíven gyorsulgatunk többször is. Most így klímahasználat mellett forgatással együtt ment fel 14,1 kWh-ra a fogyasztás. Ez egyáltalán nem vészes szerintem, és már majdnem 300 kilométert elmentem vele, amióta elhoztam az autót, és akkor volt tényleg feltöltve, tehát 100%-ról indultunk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha nem használjuk ki folyamatosan a villanymotor adta lehetőségeket, akkor a 400 kilométert azt tulajdonképpen erőlködés nélkül lehet tartani az MG4-essel. Az MG autóépítési filozófiájába szerintem tökéletesen beleillik az MG4-es. Már az 1920-as években, tehát amikor elindult az MG gyártása, már akkor azt fogalmazták meg az alkotók, hogy legyen móka az autóvezetés, mégpedig az MG autók vezetése. És ez szerintem maradéktalanul megvan a 4-esben is. Hátsó kerékhajtás eleve különleges az alsó-közép kategóriában. Ez a több mint 200 lóerős villanymotor tényleg iszonyatosan mókás, és én biztos vagyok benne, hogyha ezzel pályára lehet menni, és vannak olyan felkészült pilóták, simán keresztbe teszik, és ők is azt mondják, hogy ez igen. Az, hogy hangja nincsen, igen, itt nincsen hanggenerátor sem, legalábbis én nem találtam, nem jön elő a hangszórókból semmiféle kamu motorhang, és igen, ez egy steril környezet. Nincsenek különböző zajok, nincsenek szagok, tehát ez egy villanyos és tiszta jövő, de attól függetlenül tényleg az egyik legmókásabb autó, amit az utóbbi időkben vezettem. A Maurice Garages akárcsak egy minőségi bor, sokat nem esedett az évtizedek alatt. És bár a jövő MG-jei akárcsak a modern autók villanyhajtásúak lesznek, a márka szakemberei ma is hűek az eredeti filozófiához, vagyis, hogy egy MG vezetésében örömünket leljük. A 2024-ben 100 éves MG következő modelljei is mind ennek szellemében készülnek majd. És ki tudja, így talán továbbra is nemzedékek sora, köztük fiatal generációk is tudnak majd továbbra is azonosulni a márka értékeivel. Az MG-nek csupán 9 hónapba telt az első 1000 darab új autó értékesítése hazánkban. 2023. június 28-án adták át a jubileumi ZS-t, azóta pedig folyamatosan nő az eladott MG-k száma. Mivel az eddigi tapasztalatok alapján nem a kilométerfalók választják a márkát, a kötelező revíziókra még nem igazán jelentkeztek be a márka szervizekbe. Ennek ellenére most mégis lássuk, mik a helyi tapasztalatok az MG új modelljeivel. A szervizrovatot az Ivanis csoport Székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatja. Az első időszakban érkező Z vagy ZS típus jelenleg is a legnépszerűbb, egy elég stabil
konstrukciónak ígérkezik, mi is ezt az ígéretet kaptuk, mert az üzemeltetés oldalon még nincs annyi tapasztalás vele, amennyi alapján mi ezt teljes válszélességgel ki tudjuk jelenteni, de alapvetően tényleg egy megbízható konstrukciónak tűnik. Szívómotor, sokat nem kell tőle várni. Magának a motornak a szervizperiódusa egy év, vagy 24 ezer kilométer. Valószínűleg itt valamilyen kínai számítás alapján jön ki ez a furcsa periódus. Magával a szervizeléssel kapcsolatban még nem tudok sok mindenről beszámolni, mert az autók még nem érték el se az egy évet, se ezt a futás teljesítményt. Olyan tapasztalásaink vannak, hogy ezek az 1.5-ös motorok, amikor megérkeztek, akkor az első néhány ezer kilométeren még hidegüzemben tapasztalható volt alapjárat ingadozás, ami annak köszönhető egyébként, hogy az autó viszonylag hosszú utat tesz meg, Kínában egy másfajta üzemanyaggal, egy gyengébb oktánszámú üzemanyaggal üzemelték be ezeket a motorokat. Ezeknek ki kell jönnie ebből a rendszerből, hozzá kell szokjon idézőjelben a motor, meg kell tanulja a 95-ös vagy akár a 100-as üzemanyagnak a paramétereit, és utána ezek elmúlnak, és gyakorlatilag a motor teszi a dolgát úgy, ahogy kell, és ezek a korai vagy első időszakban tapasztalható motoringadozások egyébként megszűntek. Nem volt ez általános, néhány autónál tapasztaltuk valóban. Az alkatrészek nagy része egy angliai központból érkezik, tekintettel arra, hogy az angolok a Brexit óta egy kicsit megnehezítették a saját dolgukat, és ezzel együtt a miénket is, így az alkatrész ellátás a kezdeti időben nem volt teljesen akadálytalan, hosszú időt vett igénybe, most már ez azért kezd változni. Nyilván a hazai készletek is elkezdenek kicsit rendeződni és helyreállni, tehát van minden, van, amire egy picit többet kell várni, van, amire egy picit kevesebbet. Alaptételek azok elérhetők, raktáron azok hamar megérkeznek. Ha esetleg karosszéria alkatrész vagy olyan speciálisabb alkatrész kell, ami általában nem egy autó mindennapi meghibásodás javításához szükséges, azokra előfordul, hogy várni kell egy-két hetet. A szervizrovatot az Ivanics csoport székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatta. Bár több autókategória is eltűnt az utóbbi években, van egy olyan osztály, amit kifejezetten sajnálok. A kis forró ferdehátúak szép csendben eltűntek. De szerencsére van egy-két olyan autógyártó, akik még hisznek ezekben a járgányokban. A Hyundai például pont ezért tartja az i20N-t. Íme a belépő modell a Hyundai ennek világába. No nem azokéba, amik csak optikát kapnak, ez bizony a fújtató, hörgő, kerékemelgetős fajta. Az i20N orrában egy korábbról ismerős 1,6 literes turbómotor kell életre az indítógomb lenyomására. Igen, itt egy egész ménes 204 paci horkant az egyedi kipufogóba. Én például biztos, hogy újra tervezném szinte minden napi útvonalamat, hogyha egy ilyen Hyundai i20N-nek lehetnék a sofőrje. Tényleg nem kell autópályára menni, meg kell keresni akár az ilyen kis vacak mellékutakat, mert akkor át lehet itt autózni. Itt már az sem baj, hogy esetleg olyan kőkemény a futómű, hogy a fogtömésünket kiköpjük, viszont annyira fekszi az utat, és tényleg nagyon jót lehet autózni. Bele kell csak kapaszkodni a kormányba, mozgatni a váltót, és tényleg élvezni, ahogy a 204 ló húzza ezt a gyönyörű kis bódét. Ami azonnal látszik, hogy nem csak boltbajárosnak készült az i20N. A szekérkerekek mögé olyan fékeket pakoltak, amik garantáltan szemgúvasztó lassulásra képesek, és a különböző spoilerek, valamint harci díszek sem csak a hetsz kedvéért kerültek az autóra. Persze mindennek városban nem sok haszna van. A kuplung az nagyon könnyű, egyedül a váltó az, ami egy picit talán keményebb a hagyományos, tehát a kisebb löketérfogató változatokhoz képest. Én az 1.2-es szívómotorral próbáltam legutóbb az i20-ast, és abban azért egy fokkal puhább a váltó. Nyilván azért egy sportautóban legyen is ilyen ellenállása. Nem arra kell gondolni, hogy most akadozik, vagy rossz lenne a váltónak a működése, hanem egyszerűen azért érződik, hogy itt egy kicsit azért erősebb autóval van dolgunk. Annyira érdekes, hogy a komfortfokozat az tényleg, hogy változik, és valahogy a derekam egyre kevésbé bírja ezeket a feszes futóműveket, miközben én tényleg ezeket imádtam, és ez tényleg nagyon jó. De ettől függetlenül, tehát azért nem kell pálcát törni most tényleg az i20N fölött, teljesen jól végzi a dolgát, tehát azért nem arra kell gondolni, hogy most egy ilyen kőkemény futóműve van, mert azért igenis érezhető, hogy vannak benne lágyságok, igenis kirugózza, amit kell, tehát nem fogja egyébként úgy nagyon a vesét leverni, viszont azért egy-egy döccenő, azt azért hamarabb megérezzük, igen, most nem véletlenül adom ki így a hangokat, mert tényleg ez érződik, tehát a tomporom alatt is érzem, a derekamon is azonnal érzem,
De ezen, hogyha túllendülünk, nyilván ez nem mindenkinek lesz akkor a tragédia, azért tényleg egyáltalán nem állít minket megoldhatatlan feladatok elé városban az autó, hatalmas visszapillantó tükrökön keresztül leskelődhetünk, mindent nagyon jól látunk, igazából nem is kell nagyon a váltással sem annyira bajlódni, akár dízelesen is lehet vezetni, tehát itt most gondolok arra, hogy tényleg olyan alacsony fordulatszámon, tehát ilyen 1500 környékén is olyan szépen elporoszkál ez az autó. Na és akkor mondjuk, most tegyük föl, itt van egy parkolóhely, ide be is fogunk állni. A kormány az például nagyon közvetlen, tehát ütközéstől ütközésig igazából nem fordul kettőt, és emiatt viszont azért a fordulóköre az nem a szokásos. Azért ugye ezt meg kell szokni, hogy meddig kell menni, és mikortól tudjuk alászedni úgy rendesen. De amúgy egyébként a tolatókamera is nagyon pontos, tehát ez is nagyon jó kis segítséget ad nekünk. És ahogy említettem, a visszapillantók segítségével is nagyon szépen be lehet parkolni. Egyébként tényleg nagyon gyorsan be lehet tenni igazából szűk helyekre is az autót. Ha jobban megfigyeljük, az N logó egy sikánt formáz. Szóval, ha elegünk van a közutakból, versenypályán sem jön különösebben zavarba az I20N. A jó kedvhez és a megfelelő mennyiségű adrenalin lökethez viszont talán ez a vezetéstechnikai pálya is elég lesz. Azt már éreztük egyébként a közúton is, hogy nem lesz gond, hogyha valaki esetleg versenypályára téved, de azért ezt az élvezetet, ezt igazából tényleg itt lehet átélni. Nagyon jól fekszi az utat, tényleg csak egy kis gázelvételre. Még a feneke se indul meg, most megpróbálom, hogyha visszaváltok. Ugye automatikus gázfröccs van ilyenkor az N-üzemmódban, és ez hát azért elég sokat segít. Most egy kicsit korán váltottam, de a nagy fékezésre sem indul meg a feneke. Na most egy picit elsodródott, de annyira jó indulatú, hogy és a fokozatok azok egyszerűen bele simulnak a váltó kulisszába. Hát, és a fékek, na most egy picit besodródik, de annyira jó indulatú, hogy közben egyszerűen tényleg csak markolnom kell a kormányt, kapaszkodni és a megfelelő ívre rátenni, ennyi, és gyönyörűen húz. Itt van egy lassító, egy fék, kicsit megrántom jobban a kormányt, de semmi nem történik. Na most jó, kiúzatjuk, és mindjárt utol is érjük a többieket. Ez az, gyönyörű, és egy nagyon picit táncol csak. Ez az, és közben pirosra vált a fordulatszámérő, hogy váltsunk már. És a végén, hogyha egy nagy féket veszünk, akkor se történik az égvilágon semmi! Nem lehet kihozni a sodrából! Na most egy nagyon picit megugrott, de itt azért, mert van egy bukkanó. Kifejezetten kérték is, hogy ennél a bukkanónál ráadásul ne centízgessünk, mert azért nagyot tud dobni. És kész! És ki is jöttünk a kanyarból! Azt a mindenit! Ez az! Ritka autó a piacon a Hyundai i20N. Egyrészt azért, mert túl sok versenytársa ma már nincs. A kis forró ferdehátúak szegmense szép lassan eltűnt. Egyedül a németek kínálnak még alternatívát helyette. Másrészt pedig azért, mert aki egyszer már megvette, nem szívesen válik meg tőle. Amit a vele töltött napok után tökéletesen megértek. Ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, és ezzel egyben végére is értünk második évadunknak is. Korábbi adásainkkal együtt a mai műsort is bármikor visszanézhetik a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján, és ha már arra járnak, kérem ne feledkezzenek el feliratkozni sem. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós írásainkat is olvashatják. Köszönöm szépen a figyelmüket, minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.